Na, sziasztok, itt vagyok. Egy új videóban mi? Hát mindent elfogárni, vagyis a maga a platformról. Ugye? Hogy lehet venni észre, hogy 2020, körülbelül egy év, amikor tapasztaltok az én csatornámon, hogy valami süttyom beltűnnek a kommentek, ami a Mi van velem sorozatnak az első, hogy talán második rész óta így egyből eltűnnek a kommentek, és ez nagyon nem tartom ez jónak, hogy eltűnt a kommentek. Ugye, ahogy a címben is tudjátok, hogy a YouTube valamiért törli nálam a kommenteket, vagy a komment szekciókat, meg sőt, csatornámon megtagadja az én tudtom nélkül a kommentelési lehetőséget. Erre a miértjére is fogok most ebbe a videóba fényderíteni, hogy miért, hogy és mi miatt volt az egész. Kezdjük ott a 2020 márciusában, és akkor kitört a koronavírus járvány, meg betört a karantén, meg ilyesmi, és így elkezdődött a videózhatnékom. Ugye felvettem ezt a Mi van velem első, meg illetve a másodikat. És valahogy amikor a következő részét, amikor a barátnőmnek készítettünk ilyen messenger hívásban ilyen videót, amit vasárnap töröltem, különböző okokra hivatkozva, személyiségünk például, vagy további minősítgetés miatt, és így, mert másrészt ne legyen baj. Na, visszatérve arra a ominózusra, a komment törlős be, hogy a mondjuk észrevett, hogy így nézem az előző videót, mennyien néztek, mennyien kommenteltek, egyszer csak úgy volt leírva a kommentek helyett, semmi, csak egy üres fekete, hogy a megjegyzés letiltva. Gondoltam, hogy mi az ördög lehet, hogy kikapcsolja automatikusan az a komment lehetőségeket a videóim alá. Pláne, hogy én nem kapcsoltam ki a kommenteket, valahogy a YouTube fogta magát, és így magától cenzúrázgatta a kommenteket, vagyis kikapcsolgatja a kommentelési lehetőségeket. Gondoltam, hogy kupára megy, kupa az nálam megbukott. Különböző okokra hivatkozva, ez majd egy külön videóban fog megmondani, hogy milyen bukott meg nálam, meg ilyesmi. Vagy a családbarát miatt, pláne, hogy semmilyen olyan erészel vagyok, hogy családbarát vagy ilyesmi. Ez nagyon videósokban van ez így. Aztán arra az okon is kiderítettem, hogy a több hónapig nem voltam fent a YouTube-on, és azért törölgettem. Megnézem az alkotói stúdiókat, a videókat, és egyszerűen csak így törölte, 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 törölte. Mondom, hogy a koppa miatt, mert a koppánál még 2 éve ezelőtt, novemberben lesz most 2 éve, hogy ezt a koppa rendszert vezették be. Vagyis kérdezték, hogy gyerekeknek szóló tartalom, vagy nem gyerekeknek szóló, és mind az összes csatornámnál, beleírva a Legós csatornámnál, az alpári poénok miatt, ami nem gyerekeknek való alpári poénok miatt, nem gyerekek szóló tartalommal jelöltem ki. És akkor kapott ez nagyon hangzatos, amikor
elkezdte újra LEGO tartalókat gyártani a videós, vagy a Bricklight-ra. Na most ritkában fogunk kiadni. Egyszer csak megnézem, hogy a kommentek ugyanazok. Ugyanott mindenütt törölve, az első csatornán is törölték. Most eltűnt. Bricklight réványa is eltűnt. Nézze így, törölget a komment, vagy ezt nézeget a kommenteket, hogy törölve, 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 törölve. Mondom, hogy mi a jó felé törölni a kommenteket. Gondolta, hogy közbelépett a YouTube cenzúrája, hogy ilyen elmebeteg embereket takarítsa el fel. És ez márciusban volt, idén márciusban, akkor egy éve vettem észre, hogy komment törlés van nálam, nem így csinálom a maga platform. Nézem, hogy utána nézek az interneten, hogy miért törli a kommenteket a YouTube, és így nézegetem a megjelent sajtócikkeket, hogy miért, meg hogy. És így gondoltam, hogy a beteg pedofil emberek miatt, hogy az a sok gyerekhullókat így előszeretettel tartalmazák, hála a koppának, akkor előszeretettel így elő alkalmazzák a gyerektartalmakat. És gondolom, hogy gyerekekben lévő szereplők miatt törölték le a kommentelési lehetőségeket. Csak maga a feltöltő tudja beállítani a kommentelési lehetőséget. Például a gyerekeknek szóló videósok is. Várjál. A skoppa. Igen, a gyerekeknek szóló tartalmasokat nem lehet. Csak azoknak lehetséges, aki nem gyerekeknek szóló tartalmakat gyárt a YouTube-ra. Ezzel nézem, hogy a LEGO csatornámon is így van, mert nem gyerekeknek szóló tartalmat bepipáltam, megnézem lejjebb, és a régebbi videókra is töröltem a kommenteket. Nézem, hogy mondom, ez nem normális az a YouTube, hogy törli a régi kommenteket is. Most a még régebbi kommenteket, ami a csatorna első videója óta mostanáig törölte a három legós csatornából, ami nagyon-nagyon aggasztó. Hogy így folyamatosan törölte, törölte, törölte. Látva, hogy ilyen hülyeségek, ilyen troll kommentek jönnek, mennyit olyan is így, hogy megjelennek LEGO-s csatornánál, vagy pedig csak a YouTube megfolyamodat és süttyomba eltűnik. Megnyitom a süttyomba eltűnt kommentet, nincs ott. Gondoltam, hogy a vagy valaki feljelentette, vagy pedig a YouTube törölgette. Ugye az ilyen szexista kommenteléssel óvatosabb legyetek, mert ilyen hülye linket. Ez bizony a Bricklight Instagram oldalán is posztolta ki. Ha ezt megtalálom, ezt a screenshotot vagy ezt a posztot, akkor bevágom valamelyik oldalomra, hogy ilyenek bizony vannak. És emiatt, pornográfok hülyék miatt kellett a YouTube-nak cselekedni. Úgyhogy ez a miértje. Na hát. Köszönöm szépen, ennyi volt már ez a videó, ha tetszett, like, nem akkor dislike, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!